társaim. Engedjék meg, hogy Karcsányi Ottilia és Balogh Erzsébet osztálytársunk kiállítását megnyissam. Néhány szót szeretnék szólni először Ottilia munkásságáról. Cserhácentiban van, hegyekkel körülvett kisfaluban született, iskolában, szülőfalujában, Marosvásárhelyen és Budapesten járt. Magas építő lett belőle. Tanulmányai befejeztével Pesthideg úton telepedett le, azóta is ott él. Sokat rajzolt, festett. Tanárai Farkas András és Réti Zoltán festőművészek voltak. Már a gimnáziumi években tudtuk róla, hogy tehetséges rajzban és festőszetben. A képzőművészet a szép szeretete végigkíséri életét. Az impressionisták nagy hatással vannak rá. Egy hosszú betegség alatt került kezébe a festék és az ecset. Noha a rajz igaz fekete-fehér műszaki ábrák formájában évtizedekig kenyérkereső foglalkozása volt, akkor erre festette meg a körülötte lévő természetet. Munkáit megmutatta Sénel Mihály Kossuth-díjas képzőművész úrnak, aki biztatta, hogy olajjal fesse meg a képeit. Amíg élt, a művész szívesen korrigálta alkotásait és tanított.